Üdvözlök mindenkit, Kovács Eszter vagyok, a Baptista Szeretett Szolgálat utcafront menedék intézményéből, és azon belül is a mobil tűcsere programból. Mi ugye nagyjából így ezeket a gyors szűréseket három helyszínen végeztük, magában a mobilbuszban. Maga a mobilbusz kialakítása tökéletesen alkalmas volt arra, hogy ezeket a gyors teszteket meg tudjuk csinálni. Nagyjából, amiket így előbb elmondtál a tapasztalatokról, hogy azon kívül szeretnék még így egy-két ilyen hozzáfűzést tenni, hogy mi mit vettünk észre. Egyrészt ugye maga a kör, ugye az intravénaszer használók, a szexmunkások és a meleg szexmunkások voltak. A tapasztalatunk az volt így a meleg szexmunkásoknál, hogy leginkább azok, akiket érdekelt valóban ez a szűrés, azok aránylag fiatalok voltak. Szóval nagyjából ez a 25-26 éves korig voltak azok, akik azt mondták, hogy jó, szeretnék elvégezni ezt a szűrést, viszont találkoztunk idősebbekkel is, akik már ugye régebb óta benne vannak úgymond a szakmába. Ők annyira nem éltek ezzel a lehetőséggel, leginkább azért, mert azt mondták, hogy mivel nincsen róla semmiféle papír, így nekik ez nem ad akkora pluszt. A fiataloknál viszont nagyon fontos volt az, hogy egy részük nem csak a szexmunkából él, hanem emellett intravénás szerhasználó is, vagy rendszeresen, vagy pedig alkalmi jelleggel. Továbbá még ugye nazális úton is használnak különböző élvezeti cikkeket. Ezért fontos volt az, hogy maga a kérdőív az nagyon jó lehetőség volt arra, hogy az STD-i kérdőív a végén, mert ott maga rákérdez arra, hogy ugye nazális használatkor mennyire szokott előfordulni az, hogy közös szívószálat használnak, pénzzel szívja föl, stb. És itt ugye fontos volt, szóval hogy teljesen új dolog volt nekik az, amikor azt mondtam, hogy csak a sajátodat, mert ugyanúgy a nyálkahártya is sérülhet, vérzés történhet, stb. Ez is úgymond egy veszélyforrás. Volt olyan kliensünk, aki a kérdőív során sokszor, ez egy egyedüli eset volt, hogy a kérdőív során rengeteg ilyen kockázati magatartást produkált, viszont maga, ő volt az egyetlen egy olyan, akinél a mindegyik teszt negatív volt, a HCV, a HIV és a szifilis. Ugye nagyrészt azért jó ez a kérdőív, mert hogy először megcsináljuk ezt a HCV-tesztet, ami egy nyálteszt, utána kitöltjük a kérdőívet, és marad a kliensnek egy ilyen reakció ideje, hogy azért ő is lássa, hogy elmondjuk a kockázati tényezőket, felvilágosítjuk őt, és úgymond így felkészülhet arra, hogy esetlegesen, már így ezután, hogy nem éri annyira meglepetésként egy pozitív teszt, mert hogyha van benne úgymond így annyi belátás, a legtöbb emberben van, ebben a fiúban is volt, és már a kérdév közepénél már mondta, hogy hát nagy a para, itt tuti, hogy izé lesz, itt pozitív lesz minden, vége mindennek, amúgy is most vonul be börtönbe. Majd a végén kiderült, hogy minden negatív, pedig már nyugtatgattam a börtönben lévő interferon kezelésre, amivel tisztában volt. Szóval, hogy vannak azért ilyen nagy meglepetések számunkra is, hogy így, amikor így egy ilyen negatív teszt, az a legjobb. Szóval ez ilyen olyan örömmel tudja eltölteni az embert, hogy az hihetetlen, főleg egy ilyen HIV-szifilis tesztnél, ahol ugye hát azonnal látjuk az eredményt, és így mind a ketten izgulunk, nézzük a tesztet, és azon reménykedünk, hogy csak az első felső kis pötty fog megmaradni a tesztem, és hogy nem lesz mellette más. Ami még így fontos, hogy azt gondolom, hogy így elősegítette azt, hogy mi is a kliensekkel jobb kapcsolatot tudjunk kialakítani. Ugye ezért maga a teszt, a kérdői felvétel, az egy ilyen eléggé intim közeget ad, mert hogy valóban olyan kérdések vannak néha feltéve, amiket hát az ember nem biztos, hogy elmondana akár így a barátnőinek, ismerősének, bárkinek. Viszont így úgymond így direkt így az arcukban nyomjuk a kérdést, és válaszolnak rá. Nagyon fontos, hogy így éljünk valamilyen szinten azért itt a humorral is, hogy kicsit így oldjuk magát a feszültséget. Másrészt meg ez az egész folyamat, így nagyon sok kliensünknél volt az, hogy
voltak olyan kliensek, hát be kell vallani, akik nem mindenkivel szimpatizálhatunk így első körben, azt gondolom, de azoknál a klienseknél, akikkel volt egy ilyen kis, hát hogy is mondjam, kicsit ilyen negatívabb hozzáállás, a teszt végeztével tök jó kapcsolatot sikerült velük kialakítanunk, szóval, hogy teljesen megváltozott az ő hozzáállása, a mi hozzáállásunk is, ami meg így tényleg ez egy tök fantasztikus élmény volt. Én nem is gondoltam volna, hogy egy olyan ember, akinek már a hangjától is feláll a szőr a hátamon, a végén így tökre így várjam, hogy jön, és akkor meghallgat, én is meghallgatom őt, és sokkal jobban el tudunk így beszélgetni egymással. A másik, ami így érdekes volt, az, hogy a pozitív eredményeknél ugye mindig felajánlottuk azt, hogy ha bármiféle megakadás van, nem tudja, hogy kit keressen, vagy bármi, akkor nagyon szívesen segítünk neki, akár el is kísérjük őt. Viszont ezzel a kísérési lehetőséggel meglepő módon senki nem akart élni, ami eléggé furcsa volt számunkra is, mikor így telefonszámot megadtunk, találkoztunk vele többször, beszéltünk erről a témáról, de valahogy így nem tudom, hogy így mi miatt, de hogy nem kértek a segítségünkből. Viszont azok az emberek, akikkel ugye felvetik a kapcsolatot, és benne maradt, mint hogy elkezdték magát ezt az egész folyamatot, náluk pedig ugye nagyon sokan nem vitték végig, most nem beszélek sok emberről, két ember volt ez, aki így elkezdte az egészet, időpontot kért, akiről tudjuk. Időpontot kért, viszont elment, és az ott a legelső ilyen apró kis negatív atrocitás, ami hát, na, hogyha valaki vár a házi orvosnál is, imán érhetik ilyen negatív apróságok, hogy valamit csúnyán néz rá a nővérke, vagy kicsit összeveszik a mellette lévő öreg úrral. Na, hogyha náluk az ilyen esetek így olyan szintű ilyen negatív hatást keltettek, hogy abba hagyták. Szóval, hogy megfordultak, sarkon fordultak, és azt mondták, hogy jó, nem, ő ebből az egészből nem kér. Jó, persze ennek is azért rengeteg oka lehet, mert azért mégiscsak így stigmatizáltabbak így a társadalom által. Másrészt azért egy ilyen sebezhető, elég sebezhetőek azért egy ilyen helyzetben, hogy mégiscsak elmegy oda, vállalja azt, hogy ő ezzel vagy azzal fertőzött. Szóval ez ennek is lehet az oka. Viszont ugye nagyon sok embert pedig abszolút nem érdekelte. Azt mondtuk, hogy hát sajnos HCV-re ugye nem pozitív vagy, akkor elmondtuk neki, hogy mivel jár a betegség, milyen kezelőhelyekre lehet menni, de hogy semmi, villany Leo, meg se hallottam. Ugye az első körben lehet magától a soktól is, ezért utána mindig így próbálkoztunk, hogy amikor így egyedül volt, akkor így beszéltünk vele, hogy na, hogy gondolkodtál ezen a dolgon, hogy szeretnél valahova tovább menni, hogy segítsünk-e valamit. Valakivel így lehetett így ezzel így kommunikálni, viszont valaki teljesen mértékben elzárkózott ettől a témától. Így nem csak a HCV-vel fertőzöttek, hanem a szifilisszel fertőzöttek is, akik szifiliszesek is, illetve intravénás szerhasználók. Velük nagyon nehéz így megértetni azt, hogy magát ezt a betegséget így kezeltetni kell. Hogyha már a HCV-t nem is, akkor legalább a szifilis azért egy, valamilyen szinten azért egyszerűbb ennek a kezelése. De hogy az a tapasztalat, hogy így abszolút így nem semmi. Meghallotta egyik fülénbe, úgymond a másikon ki, bármennyire is így próbálkoztunk azon, hogy így motiváljuk őt arra, hogy elmenjen. Viszont szeretném most ide hívni a Beka Balázs kollégámat, mert ő volt az, aki egy ilyen elég izgalmas szűrésről tud nekünk mesélni. Akkor át is adnám a szót. Sziasztok! Decemberben volt egy kliensünk, aki HCV pozitív lett, és hát engem ért ez a megtiszteltetés, hogy ilyen szűrtem. És HIV pozitív volt, ráadásul. És nagyon érdekes volt először, és köszönjük tényleg ezt a lehetőséget, hogy mi is szűrhettünk nektek, mert ez így egy nagy segítség volt, és amit az Eszter is mondott, hogy a rengeteg klienssel egy sokkal mélyebb kapcsolat alakult ki, hogy itt azért elég intim témákat érintettünk, és azt gondolom, hogy tényleg sok embernél ez a kapcsolat egy kicsit változott, és pozitív irányban javult. Hát nagyon nehéz volt, ugye, mert ez egy gyors teszt, hogy egy-két perc alatt azonnali eredmény volt. Nem tudom, hogy igazság szerint a kliens, vagy én voltam a nagyobb zavarban, amikor közölni kellett ugye ennek a eredményét. Viszont nagyon jó volt, hogy
rá következő héten már ő kórházi ellátásba is került, és ez annyira jól működik ez a dolog, hogy tulajdonképpen egy teljesen jó életminőségben folytathatja az életét, és azt gondolom, hogy ha ezeket a példákat látják az emberek, akkor meg fogják érteni, mi a lényeg ennek a szűrésnek, és ez egy nagyon nagy segítsége volt ennek az egész szűrésnek, hogy ilyen rövid idő alatt zajlhatott le egy szűrés, hogy 10-20 perc alatt tulajdonképpen eredményt kaptak. Hogy éltek-e vele, az már meg egy másik kategória, ez egy nagy fejtörés nekünk a mai napig, hogy mit lehetne ebben kezdeni, hogy jobban bevigyék őket az ellátásba. Még annyit mondanák, hogy a bizalomépülés az azért volt számomra egy nagyon jó érzés, mert ez az ember, akinél volt ez a pozitív eredmény, ő nem intravénásszer használó volt, de viszont, hogy a szűrések által rengeteg emberre javult a kapcsolatunk, ők hozták ezt az úriembert hozzánk be, és így tudtuk őt kiszűrni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy segítség volt nekünk, tulajdonképpen csak ennyit akartam elmondani, hogy jó, hogy van, és reméljük, hogy marad továbbra is ez a szűrés.